családot kap férfi nő, mi vagyunk a rokonság, kezdődhet a mulatság. Vővő esküvőn családot kap férfi nő, mi vagyunk a rokonság, kezdődhet a mulatság. Igen, az esküvő egy új élet kezdete, nőnek és férfinak egyaránt. Megerősítik és új szintre emelik a közöttük kialakult szeretett kapcsolatot. Családot alapítanak, aminek első lépcsője a boldogító igen kimondása. Ez az a nap, ami sok embert lázban tart. Nem csak az ifjú párt, hanem szülőket, rokonokat, barátokat is. Ilyenkor minden ünnepi díszbe öltözik, ezzel is kifejezve azt az örömöt, amit ez a nap, ez az alkalom jelent. Mi gyerekeket kérdeztünk arról, miként vélekednek az esküvőről, házasságról, szerelemről. A házasság mostában úgy néz ki, hogy van egy vőlegény és van egy mennyasszony, ez egyértelmű. Bemennek Szombathelyen a városházára, megesküdnek, elmennek a házassági autójukkal a misére, és akik azok is elmennek az saját autójukkal, persze nem azzal az autóval, amelyikben a házaspár van, mert nem férnének el benne. A házasság az, hogy vannak ott emberek is, van mennyasszony, meg ünnepi ruhába öltöznek, táncolnak, meg mulatoznak, esznek. Szerintem nagyon jó dolog a házasság, és azt gondolom róla, hogy a család az egy csapat, és a házasságon, az esküvön a férfi meg a nőnek a szüleik vesznek részt, baráti társaság, aztán vannak ugye tanúk, meg igen. Aztán, hogy legyen összetartó egy család, különben ha szétesik, ez úgy nagyon nem jó, meg hogy a férfinek meg a nőnek szeretnie kell egymást, mert különben a gyerekek nagyon szétesnek, hogyha nem látják azt, hogy a szüleik szeretik egymást, meg hogy a gyerekeknek is kell érezni azt, hogy a szüleik szeretik őket. Hát, az esküvő hát az, amikor emberek így összeházasodnak, férje és feleség, és nagy buli van, meg ilyesmik. Akik egymásba szerelmesek, azok az esküvőn összeházasodnák. A házasság szerintem a legszebb dolog az életben, ami történhet. Egy nő és egy férfi találkozik, az csodálatos. Egymásra támaszkodva minden bajban együtt vannak. Gyermeket szülnek, családot alapítanak, együtt élnek boldogan. Jó nézni, ahogyan két ember így egymásra támaszkodik bajban, rosszban. És a házasság, az esküvő napja az, amikor az egész család összegyűlik, megismerkedik egymással, és a nő meg a férfi egész életén túl együtt élnek. Apa azt mesélte, hogy olyat is csináltak, olyan játékok is voltak, hogy elbújtatták anyát, a mennyasszonyt valamelyik étterembe, és apának kellett megkeresni a vőlegénynek. Úgy volt, hogy valakik vigyáztak is a mennyasszonyra, hogy ne tudják ellopni, de a végén ellopták, beültették a kocsiba és elvitték. És valahol megtalálta apa, és akkor ott is táncoltak egy picikét. A házasságban, a lakodalomban olyan 2-3 fogás van, meg még ennyi. Desszertnek a torta, az már lenne a negyedik fogás, és
A mulatságban pedig szoktak ilyen, hogy lopják a mászonyt, és akkor oda kell menni, ahova lopták, és akkor még van a házasság között a misén, hogy megesküdnek a mennyasszony és a bőlegény a megesküdés után mennek a misére, és akkor úgy van, hogy még hogy a misén bejelentést tesznek, hogy meg. Szerintem ezt azt jelenti, hogy tényleg akarnak együtt élni, akarnak egymással lakni, bajban, rosszban együtt lenni, akármi is történik, tornádó, szélvihar, együtt akarnak élni egész életükön át. Anya aztán beöltözött menyecskének. Mindenkivel táncolt, és olyan játék is volt, hogy bekötötték anya szemét, és három fiú közül ki kellett választani, hogy a lábukat tapogatta, és meg kellett mondania, hogy melyik apa. Két ember szereti egymást, és megrendezi, hogy melyik nap lesz az esküvő, és megrendelnek minden étel, meghívják a embereket. Olyan is volt, hogy apán kezén meg kellett tenni egy tojást, hogy ne essen le anya kezéből, hogy így tartotta, és úgy kellett valahogyan átadni, hogy ne törjön össze. Szeretett közösség, erről szól a házasság. Ami érték, egy férfi és egy nő örök, felbonthatatlan szövetsége, vallja és hirdeti a katolikus egyház. Ma is fontos erre felhívni a figyelmet. Számomra a házasság nagyon fontos dolog, tehát gyerekkorom óta arra készültem, hogy én házasságban szeretnék élni, és ezt a Jóisten meg is adta ezt a lehetőséget, hogy Szandrával én már 13 évvel ezelőtt házasságot tudtunk kötni, melyben 3 gyermekünk született. A házasságot egy nagyon fontos értéknek tartom. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy igenis merjenek az emberek elköteleződni egymás mellett, és ne csak úgy összeköltözzenek és együtt éljenek egymás mellett. Éljék meg a házasságot. A házasság értékeire, gazdagságára hívja fel a figyelmet a Házasság Hete programsorozat is. Lelkes szervezőknek köszönhetően a Szombathelyi Egyházmegye is bekapcsolódik az eseménybe. Számos rendezvényen lesz szó a házasságról különböző nézőpontokból. Lakozott a Házasság Hete mozgalomhoz, amely most már több mint 2 évtizede indult el Angliából, és mindig egy olyan fekete pontnak tartottam Szombathelyt, hogy Szombathelyen nem emlékezünk meg erről, nem tartjuk fontosnak. Maga ugye ez a Házasság Hete, ez a Valentin nap ünnepkörhöz kötődik, annak egy ellenkampánya, hogy nem csak a szerelmeseket kell ünnepelni évre évre, igenis ezt a házasságot is. Hisz ebből a szerelemből, ebből egy normális esetben egy házasság fog születni. Hét folyamán több program is lesz. Február 8-án egy szentségimádással fog kezdődni a Házasság Hete sorozat, ami a Szőlősi templomban kerül megtartásra 16 órakor. A héten 10-én a Szavária Filmszínházban kerül levetítésre Valaki más élete című film 18 órakor, illetve csütörtökön a Martinum Felnőttképző Akadémián Horváth Boldizsár és Kósa Éva orvos házaspárral lesz egy beszélgetés a házasság értékéről 18 órakor. A Házasság Hetének a befejezéseképpen vasárnap február 15-én egy püspöki szentmisével zárnánk a sorozatot, illetve azt követően szeretnénk egy házasságért egy sétát tenni a főtéren a Szent Háromság szoborig, és egy kis meglepetéssel készülünk ott a jelenlévőknek. A rendezvény eseményei megtalálhatók a www.házassághete.hu oldalon.